Szavaztok, srácok! Ez itt újra a heti LEGO hírek. Nos, srácok, hát rengeteg hír érkezett ismét a LEGO házatájáról, rengeteg készletet mutattak be, ezeken belül is Technic, City, Star Wars, Friends, rengeteg készlet, mint ahogy mondtam, úgyhogy nézzük is meg azokat a képeket egy kicsit közelebbről, mivel ezek már hivatalos képek a jövő év elején megjelenő készletekről. Először is a legfontosabbakkal kezdem, vagy legalábbis a számomra a legfontosabb készletekkel. Így legelső csoportban már benne is van a LEGO Speed Champions készletek, ismét bemutattak 2 darabot, tehát már összesen 4 darab fog érkezni a jövő év elején. Ez az új két készlet, egy Audi S1 lesz és egy Ferrari F8 Tributo. A Ferrari F8-as Tributo a 76895-ös kódnéven fog futni, 20 dolláros ára lesz és 275 darabos lesz, és ez már az új hullámos Speed Championok közé fog tartozni, nem meglepő módon, ez is azt a szélesebb dizájnt kapja, úgyhogy most már az összes, legalábbis így az első ránézésre, legalábbis eddig, amit bemutattak Speed Championsok, úgy fog kinézni, hogy mindegyiknek 2 ülése lesz. Szerintem ezt a döntést már meg kellett volna régebben is hozni a LEGO-nak, mert szerintem ez így sokkal korrektebb, hogyha normálisan 2 ülésesek, mint általában az összes többi autó, mert ugye hát azok a valóságban nem 1 ülésesek, úgyhogy szerintem tényleg jó, hogy meghozta ezt a döntést a LEGO, mert hát ezek is sokkal jobban néznek ki, és azért hát minél szélesebb egy autó, szerintem annál jobban néz ki. Szóval a másik készlet ez az 1985-ös Audi Sport Quattro S1-es 76897-es kódnéven debütáló 250 darabos 20 dolláros kis készlet, ami hát szerintem fenomenálisan sikerült. Aki ismeri ezt a rally autót, ezt a rally legendát, azt szerintem fog ülni ennek a kis készletnek, mint ahogy én is örülök, mert hát eléggé szeretem ezt a márkát, és magát ezt a kis autót is tényleg nagyon jól eltalálták, főleg ezzel a fehér arany színével, hát elég kapatós lesz, szerintem sokan fogják választani ezt a kis autót. Ha emlékeztek rá, múlt héten bemutattam nektek az elkövetkezendő Star Wars készleteket, vagy legalábbis azokról kiderült, hogy milyen készletek lesznek, attól függetlenül, hogy még képeket akkor nem tudtunk. Nos, ez a héten megváltozott, mert most már hivatalosan is bemutatták a készleteket, úgyhogy menjünk is ezeken végig gyorsan. Először is ugye van néhány Microfighter, először is van a Kylo Ren Shuttle-je, ami a 75264-es kódnéven fog futni, aztán a következő egy Battle Pack, ami a First Order Trooper Battle Pack nevet kapta, 75266-os a kódneve, és hogyha figyelmesek vagyunk, egyből kiszúrhatunk 2 darab új figurát, amit még eddig nem ismerhettünk a Star Wars univerzumában, mert ezzel a piros kis C2PL-el már ugye találkozhattunk a Kylo Ren Shuttle-jénél, amit majd hamarosan be fogok mutatni. És ez mellé még kapunk 2 darab másik Sith Troopert, aminek teljesen másmilyen a sisak dizájnja, és a hátukon van egy jetpack, úgyhogy szerintem ezek ilyen jet trooperek, vagy valami hasonlóak, igazából még pontosan nem tudom mi a nevük, de gondolom ez ki fog derülni a filmből. Aztán mellé kapunk egy ilyen kis repülőszállító egységet és egy tisztet. Aztán a következő egy Snowspeeder, ez így ilyen junior készlet igazából, 75268-as, kicsit bénán néz ki, igazából junior készletek sosem arról voltak híresek, hogy annyira részletesek lennének. Aztán végre itt van egy kicsit izgalmasabb kis készlet, mégpedig a Duel on Mustafar, ami a 75269-es kódnevet kapja, és hát igen, ez egy kis Microfighter-szerűség, mert ez sem egy nagy darab számú készlet, viszont szerintem tök jól oldották meg azokat a láva elemeket ott lent, van egy kis játékfunkció is benne, és hát megkapjuk azt a két ikonikus figurát, ami éppen harcol egymás ellen. Aztán itt van az Obi-Wan's Hutt nevezetű kis készlet, ami a 75270-es kódnéven fut. Ez már elég régóta terjengett az interneten erről kép, úgyhogy szerintem ez nem lehet meglepetés, hogyha követitek a Star Wars-os LEGO híreket. 4 kis figurát kapunk, és Obi-Wannak a kis kunyhóját. Jó kis kiegészítés a Star Wars-okhoz, de igazából önmagában ez sem egy nagy készlet. Aztán itt van Luke Skywalkernek a Landspeeder-je, ami a 75271-es kódnéven fog futni. Ez már a 28. Landspeeder, amit kapunk, igazából nagyon hasonlít a pár évvel ezelőtt megjelenthez. Akinek nincs meg ez a készlet, szerintem beruházhat rá, viszont akinek már megvan, teljesen fölösleges, mert igazából tök ugyanúgy néz ki. Aztán itt van a TIE Dagger, ami a 75272-es kódnéven fog futni, és a hivatalos neve Sith TIE Fighter, szóval nem TIE Dagger a neve, hanem Sith TIE Fighter, de hát ugye egyértelműen látjuk rajta ezt a kis nyíl formát. Szerintem tök jól néz ki ezzel a fekete-piros színezetével, igazából nem lesz vele gond, és mivel hogy nem tudjuk letenni az asztalra, csak úgy simán, mivel hát eléggé nyíl alakja van, és ugye így nem állna meg, ezért már ehhez a kis készletet is kapni fogunk egy kis állványt, ami szerintem csak pozitívum. Aztán itt van ismét egy X-szárnyú, ami a 75273-as kódnéven fog futni. Igaz, hogy ez már az elmúlt években a 28. X-szárnyú, amit kiadott a LEGO, de ez a színösszeállítás, ez az a fehér és narancsárga szín,
hát meg kell mondjam, nagyon tetszik, úgyhogy lehet, hogy be kell szereznem, mert tetszik. Sajnálattal kell közölnem. Attól függetlenül gyakorlatilag ugyanaz, mint az összes többi X-szárnyú, annyi, hogy esetleg ott az hajtóműve az elején, az szerintem egy kicsit más, mint az előzőeknél, tehát ezt majd kiderítjük, amikor megérkeznek a készletek. Ugye előző héten bemutattam még néhány másik készletet is a Star Wars szériában, viszont azokról még nincsen fotó, úgyhogy remélem hamarosan azokról is lesznek hivatalos képek, amit be lehet mutatni, mivel sajnos még egyelőre nem tudjuk, hogy hogyan fognak kinézni azok a szobrok, a Boba Fett figura és a Stormtrooper figura. Hát azokra tényleg elég kíváncsi vagyok, hogy hogyan fognak kinézni, sajnos azokról még képünk nincsen. Ezen a héten még bemutattak egy csomó kisebb technikkészletet, és gyorsan menjünk át ezeken is. Van egy Buggy, egy 42-101-es kódnéven, 117 darabos kis technikkészlet. Nem egy nagy cucc, viszont ez a narancssárga, fekete szín szerintem tök jól áll neki. Aztán van egy kis Mini Class Sirion nevezetű 42-102-es, 130 darabos traktor, arató, valami ilyesmi. Megkapta ezt a tipikus zöld színét, hogyha láttatok már ilyen combine, akármi ilyen járművet, az a tipikus ugyanaz a zöld színe van. Azután van egy Dragsterünk, ami a 42-103-as kódnéven fut, 225 darabos lesz. Szerintem már ez egy kicsit jobban néz ki, bár szerintem a technikkészleteknek ez a kis darabszám annyira nem áll jól, de ez csak az én véleményem, mint már oly sokszor elmondtam, nektek attól függetlenül még tetszett. Aztán itt van egy Race Truck nevezetű, egy 42-104-es, ami 227 darabos, látjuk egy jó nagy darab narancssárga teherautó. Aztán itt van egy Katamarán, ami szerintem nem is olyan rég már volt technikéknél, vagy legalábbis én láttam az elmúlt években. Abban nem vagyok 100%-ig biztos, hogy a mérete is ugyanakkora volt, de most is még kapunk egy hasonlót, mégpedig a 42-105-ös kódnéven, ami 404 darabos. És kapunk egy 610 darabos, 42-106-os kódnéven futó Stunt Show Truck and Bike nevezetű készletet, ami nem meglepő módon egy teherautó van és egy motor, amint éppen ugrat egy tüzes karikán át. Aztán itt van egy kicsit nagyobb készlet, a 42-108-as mobil krén, ami 1292 darabos, és hát látjuk rajta, hogy egy hatalmas sárga daru, mozgatható daru, igazából aki szereti ezt a témát, szerintem ennek is örülni fog. Aztán a legérdekesebb technikkészlet, amit bemutattak a héten, vagy legalábbis számomra a legérdekesebb, a 42-109-es Top Gear-es rally autó, ami hát meg kell mondjam egy kicsit csalódás nekem így első ránézésre, mert 463 darabos és 130 dollárért fogják árulni. Igaz, hogy távirányítósó autó lesz, tehát a telefonunkkal tudjuk majd irányítani, viszont nem egy licenszert autóról van szó, legalábbis így. Én legalábbis számítottam volna arra, hogy kapunk egy Subarut vagy valamilyen rally autót, viszont ebben az esetben kapunk egy ilyen no-name rally autót, ami nem néz ki annyira rosszul, de szerintem annyira jó sem, és még a tetejére ugye semmihez nem tudom kötni, tehát nincs egy igazi márka mögötte. Nekem ez egy kicsit csalódás, de lehet, hogy nektek más a véleményetek, mindenféleképpen írjátok le kommentben, hogy nektek tetszik ez a készlet, én egy kicsit csalódtam ebben. Aztán folytassuk a Creator készletekkel, mert abból is érkezni fog jó pár új készlet. A legelső például itt az a Propeller Plane nevezetű 31099-es készlet, ami nem meglepő módon ez a 3:1 összerakási módszert megkapta, mint az általában az összes többi Creator készlet, és szerintem ez egy tök jó kinéző kis világos, kék-fehér repülő alkalmatosságokat lehet kirakni belőle, lehet egy vadászgépet, egy propellert, meg egy helikoptert is kirakni belőle. Szerintem ez egy tök jó megoldás, a kisebbeknek biztos tetszeni fog. Azután itt van egy Sportcar nevezetű kisautó, ami a 31100-as kódnevet kapta. Ugyanaz a megoldás, háromféleképpen össze lehet rakni. Szerintem ez is tök jól néz ki. Igazából nem én vagyok a célcsoport, de szerintem ez is tök jó megoldás. Aztán van egy Monster Truck nevezetű kiskészlet, ami a 31101-es kódnevet kapta. Ugyanaz a megoldás, mint amit eddig is mondtam, 3:1. Viszont ebben az esetben még kapunk egy pici plusz kis autót, amin a Monster Truckunk át tud menni. Azután kapunk egy sárkányos készletet is, mégpedig a Fire Dragon nevezetű készlet, ami a 31102-es kódnéven fog futni. Ebből ki tudunk rakni egy sárkányt, egy skorpiót és egy kartfogó tigrist. Mondjuk a kartfogó tigrisnek elég hülyén áll ez a piros szín, de attól függetlenül a másik kettő, főleg a skorpió szerintem az egész jól néz ki. Azután van egy Rocket Truck nevezetű autó, ami a 31103-as kódnéven fog futni. Ebből is kirakható egy Rocket autó, ami a neve is mutatja, és két másik autó, az egyik azt hiszem egy quad, így első ránézésre quadnak nézném. Aztán van egy Monster Burger Truck nevezetű kis autó, ami a 31104-es kódnéven fog futni,
és szerintem ez a legnagyobb készlet ebből a sorozatból, mert egy kapunk egy egész jól kinéző Monster Truck-szerű burgerárusító kis autót, ami ezzel a hatalmas burgerrel a tetején szerintem nagyon jól néz ki, ebből az egész line-upból szerintem ez néz ki a legjobban, és ugye ezt is ki lehet háromféleképpen rakni, van egy ilyen terepjárószerűségünk, és egy drag racer, vagy valami hasonló kis autó, na mindegy, az a lényeg, hogy ezt is háromféleképpen ki lehet rakni, de egyértelműen az a Monster Truck-os burger autó, az néz ki szerintem a legjobban. Aztán az előbb nem is mondtam igazat, mert nem az a Monster Truck a legnagyobb ebben a sorozatban, hanem ez a játékbolt nevezetű készlet, ami a 31105-ös kódnéven fog futni, és amit látjátok, egy ilyen moduláris épület, nagyon hasonlít a Creator Expert verziójukhoz, csak ugye ez sokkal kisebb darabolár, és nem mellesleg háromféle verzióban ezt is össze lehet építeni, úgyhogy egyszer ki kéne próbálnom egy ilyen verziót, mert meg kell mondjam, tényleg ezek a kis modellházak nekem nagyon tetszenek, viszont azokból a nagyobból is össze kellene már építenem egyet. Na mindegy, haladjunk tovább. Aztán egy csomó Ninjago készletről is érkezett pár fotó. Itt az első, ez a Jungle Rider nevezetű kis készlet, ami a 71700-as kódnéven fog futni, és egy ilyen kis zöld autócska. Aztán a következő egy kis junior készlet, mégpedig Kyle-nak a tűzsárkánya, ami a 71701-es kódnéven fog futni, és látjátok, hát egy piros sárkány van benne. Milyen meglepő módon. Aztán a következő a Golden Mac nevezetű kis készlet, ami a 71702-es kódnéven fog futni, és ez a készlet nekem nagyon hasonlít az előző mechanikus titára, amit a következő alkalommal, a következő keddi bemutatóban be is mutatok nektek, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok egy ilyen Ninjago készletre, akkor mindenféleképpen nézzétek meg azt is. Szóval ez a készlet nagyon hasonlít hozzá, egy ilyen mechanikus titán, csak ebben az esetben kicsit máshogy néz ki, ez egy arany-fehér színezetű, az meg egy zöld-fehér színezetű volt, viszont a kard, a katana az gyakorlatilag ugyanaz a kezében, szerintem ez is jól néz ki, de az a verzió szerintem azért még jobban nézett ki ennél. Aztán itt van Cole Speeders Car nevezetű készlete, ami a 71706-os készlet, ez is egy junior készlet, kis darabszám, néhány minifigura és egy kis autó található benne. Azután kapunk még egy ilyen mechanikus titánt, Kai-nak a mechanikus jet nevezetű készletét, ami a 71707-es kódnéven fog futni, és gyakorlatilag ugyanarról szól, mint az előző kis mechanikus titán, viszont szerintem ez ránézés egy kevesebb darabszámból áll, azt viszont nem tudom még pontosan, hogy mennyiből, de ránézése sokkal kevesebből, és ebben az esetben kettő darab verzióban lehet összeépíteni ezt a kis építményt. Egyik egy ilyen robot, egy piros színű robot, a másik pedig egy repülő jet, nyilván ezért van benne a nevében az, hogy jet. A következő a Gamers Market, a 71708-as, rengeteg minifigura és egy kis építmény jár ehhez a készlethez. Aztán a következő készlet a 71709-es kódnéven fut, J. and Lloyd's Velocity Racers nevezetű készlet, két darab versenyjárművet kapunk, és néhány minifigurát. Aztán itt egy Ninja Tuner Car nevezetű készlet, ami a 71710-es kódnéven fog futni. Tuning autó a ninjáknak, tele katonával, furcsa megjelenés, rózsaszín, szélvédő. Aki nézi a sorozatot, annak biztos ismerős, hát nekem annyira nem. Aztán itt van Jay-nek a Cyber sárkánya, ami a 71711-es kódnéven fog futni. Hát kapunk egy ilyen hatalmas kék sárkányt, szerintem ebből a sorozatból ez néz ki a legjobban, legalábbis nekem ez tetszik eddig ezek közül. Azután kapunk még egy épületet is, a 71712-es kódnéven, aminek a neve Empire Temple of Madness, ha esetleg eddig ezt nem tudtátok volna, kapunk néhány minifigurát, és ugye azt a templomot, amiről a készlet is el van nevezve. A következő készlet a 71713-as, az Empire Dragon nevezetű, ismét egy sárkány, ebben az esetben egy fekete. Ezeken kívül még érkezni fog három darab kisebb készlet, a 71714-től a 716-ig, ezek egy ilyen kis avatar, arcade podog nevezetű készletek, hogyha ismerősök vagytok a régi videójátékok terén, az arcade játékokra akar hasonlítani ez a készlet, egy minifigurát fog tartalmazni és egy ilyen arcade-et lehet vele összeépíteni, igazából nem tudom, hogy mi a lényege, lehet, hogy majd játszani lehet vele, mint régen, annak idején azokkal az arcade-ekkel, de ezt gondolom ki fog derülni, amint kibontunk egyet. Remélem még bírjátok, mert még mindig rengeteg kép van a tarsolyomban. A következő sorozat a LEGO City-vel foglalkozik. Az első ilyen kis készlet a Police Dog Unit, ami a 6241-es kódnevet kapta. Kis rendőrautót találunk benne, egy német juhászt és egy betörőt. Aztán a következő készlet a Highway Arrest nevezetű készlet, ami a 6242-es kódnéven fut. Kettő darab kis autót kapunk, egy rendőrautót és egy tolvajautót, nevezzük tolvajautónak. A következő egy helikopteres készlet, mégpedig a Police Helicopter Chase
nevezetű, ami a 6243-as kódnéven fut, nem meglepő módon kapunk egy rendőrhelikoptert és néhány járművet, amit a rendőrünknek el kell kapnia. A következő készlet az a Police Helicopter Transport nevezetű, ami a 6244-es kódnéven fut, egy teherautót kapunk, ami hát szállítja a helikoptert, erről szól a készlet. Kettő darab kis járművet is kapunk mellé, van egy quad és egy rendőrautó is, vagy rendőrmotor. Aztán a következő a Monster Truck Robbery nevezetű készlet, ami a 6245-ös kódnéven fog futni. Kapunk egy City Bank részletet, a Monster Truckot, egy rendőrmotort és egy rendőr teherautót a készletben. A következő a Police Station nevezetű készlet, ami a 6246-os kódnéven fog futni. Hát kapni fogunk egy Police Station, bármilyen meglepő is, egy rendőrautót, egy rendőrmotort és egy üldözendő járművet. A következő a Forest Fire nevezetű kis készlet, a 6247-es. Azután itt van egy Fire Rescue Helicopter, a 6248-as. És gyakorlatilag ennyi volt a LEGO City újabb sorozata. Szerintem ezen kívül be fognak jelenteni hamarosan több képet is, de egyelőre ennyivel tudok szolgálni. És hogyha még mindig itt vagytok velem, akkor még a végére van kettő darab LEGO Ideas hír, mégpedig az, hogy ismét elérte kettő darab készlet is a 10.000-es támogatottságot. Az első a Toronto Rocket Subway, ami nem meglepő módon egy metró, ami tartalmaz néhány darab minifigurát, magát a metró szerelvényeket és még sineket is a szerelvényünkhöz. Úgyhogy ha szeretitek ezeket a vonat témákat, akkor most már izgulhatok, mert lehet, hogy érkezni fog egy LEGO Ideas metró is. Bár nekem annyira ez nem tetszik, ez csak így halkan jegyzem meg. És a másik pedig a Winter Chalet nevezetű készlet, ami ugyanúgy elérte a 10.000-es támogatottságot. Szerintem ez egy nagyon jó sikerült kis házikó, kétszintes épülettel. Az aljában van ugye maga az étterem részlet, a tetején pedig a szálloda rész, és a külseje pedig nagyon jól sikerült ezzel a zöld színnel és azokkal a néhány havas folttal. Szerintem nagyon jól eltalálta az építőnk ezt a kis házikót, és meg kell, hogy mondjam, az eddigi 10.000-es táborból nekem ez tetszik a legjobban, nagyon szeretem az ilyen karácsonnyal kapcsolatos épületeket, házikókat, karácsony tájékán találkozhatok is néhányal. Aztán a LEGO hivatalos oldalán még Black Friday előtt is lesznek akciók, de ezek az akciók csak a VIP tagoknak fognak szólni, úgyhogy ha még nem vagytok VIP tagok, akkor mindenféleképpen regisztráljátok be a LEGO hivatalos oldalán, ingyen megtehetitek, semmivel nem jár. Viszont, hogyha november 23 és 24-e hétvégén, tehát most szombat és vasárnap vásároltok a hivatalos LEGO Store online oldalán, akkor ajándékba kaptok 65.000 forintos vásárlás felett egy ilyen 2x4-es építő kockát, ami egy ilyen megépíthető piros kocka. Igazából szerintem ez egy elég ikonikus jelképe a LEGO-nak, úgyhogy szerintem egész jó ajándék, hogyha ilyen magas összeg felett vásároltok. Nem meglepő módon dupla VIP pontokat is fogtok kapni ezen a hétvégén. És hogyha 40.000 forint felett vásároltok, akkor megkapjátok azt a karácsonyfát, amit már hetek óta promózok nektek, hogy hamarosan megérkezik a LEGO oldalára. Most itt a lehetőség, legalábbis a VIP tagoknak. És ezzel a lehetőséggel, hogyha összesen 65.000 forint felett vásároltok, akkor már kettő ajándékot is be tudtok húzni dupla VIP ponttal, és rengeteg olyan akciós termék lesz a LEGO oldalán, ami mínusz 30%-os kedvezménnyel lehet elérhető, úgyhogy szerintem mindenféleképpen érdemes szétnézni a LEGO online sztóriába, mégpedig a hétvége folyamán. Nos srácok, látjátok, tényleg rengeteg hír érkezett a LEGO oldaláról, viszont hogyha minden héten meg akarjátok tudni a legfrissebb híreket, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornámra, mert minden csütörtökön a legfrissebb LEGO híreket próbálom összegyűjteni és ezt itt bemutatni nektek. Viszont a héten volt egy bemutató is, ezen a héten ezt a kettő darab lépegetőt mutattam be, kicsi összehasonlítás volt, ilyen még nem volt a csatornán, hogy egyszerre két készletet mutattam be, ez volt az első alkalom, mindenféleképpen nézzétek meg azt is, mert szerintem érdemes. A héten természetesen lesz még egy 300 alatt rész is, amiben egy adventi kalendáriumot fogok bemutatni, mert hát ugye mindjárt itt a karácsonyi szezon, és még éppen idejében mutatom be, hogy ti el tudjátok dönteni, hogy beszeretnétek-e szerezni azt a kis készletet, vagy nem. Szerintem egy nagyon jó alkalom lesz ez a videó arra, hogy eldöntsétek, hogy szerintetek kell az nektek, vagy nem, el tudjátok dönteni majd. Úgyhogy srácok, találkozunk a következő alkalommal, ami az a 300 alatt lesz. Addig is jók legyetek, találkozunk a következő alkalommal. Sziasztok!